This week, we're continuing our study of the book of James by considering the very strong admonitions that he gives in chapter 4. Jakab levelének a sorozatát folytatjuk a negyedik fejezettel, amiben nagyon erős figyelmeztetések, intések lesznek. And as Peter already said, this is not an easy chapter. Nem egy könnyű fejezet ez. This is not a gentle, mild-mannered James. Ez nem egy finomkodó, udvarias, kedves Jakab. But rather a bold, aggressive, confrontational James. De sokkal inkább egy bátor, vehemens, erőteljes, szembeforduló Jakab. He's concerned about our prideful and selfish attitudes. Ő foglalkozik a mi büszke és önző motivációinkkal, hozzáállásunkkal. And he challenges us to take any and all steps necessary to become humble, to submit ourselves to God and to receive his grace. És Jakab egy kihívást intéz felénk, hogy tegyünk meg minden lehetséges lépést annak érdekében, hogy meg tudjuk alázni magunkat Isten előtt, és el tudjuk fogadni az ő kegyelmét. I'm going off script now. We all know and love little Charlotte. Mind szeretjük, ismerjük a kis Sacit. And we love to see her smile and wave at us. Igen. Szeretjük látni, ahogy integet nekünk mosolyogva. But we also know that there are times that we have to tell Shotzi no. De mindig eljönnek azok az idők, amikor azt kell mondanunk, hogy Shotzi, nem szabad. So, for example, she likes pens and pencils. Nagyon szereti Shotzi a tollakat. And everything nowadays that goes into her hand, she wants to put into her mouth. És még most is úgy van, hogyha valamit a kezébe kap, akkor azt meg akarja kóstolni. And so we have to tell Shotzi no. És azt kell mondanunk, hogy Shotzi, nem. It's not permitted. Ez nincs megengedve, tilos. It's not edible. Ez nem fogyasztható. Ehető. Nem ehető. And sometimes she doesn't bother her, but sometimes she starts to cry. Néha nem foglalkozik ezzel az intéssel, de néha elkezd sírni. Because she really does want to taste the pen. Mert nagyon meg akarja kóstolni azt a tollat. But Peter and Judith know what's best for her. De a szülei tudják, hogy mi a legjobb neki. So this chapter in the book of James, Jakabnak ez a fejezet a negyedik. Even more so than the last chapter. Even more than the last chapter. Sokkal több, mint az utolsó fejezet. Is sort of like when Peter and Judit tell Shotzi no. És ez egy kicsit olyan, mint amikor Péter és Judit azt mondják Shotzinak, hogy nem. James is telling us no. Jakab azt mondja nekünk, hogy nem szabad. Don't do this. Ne csináld ezt. And he's challenging us to see, check and see, how does our faith measure up? És ez egy kihívás felénk, hogy megnézzük, hogy milyen a mi hitünknek a mértéke. Is our faith weak or is it strong? Hogy gyenge a hitünk, vagy erős, sőt, lázas hitünk van-e? Do we lack faith or are we zealous for God? Hogy nélkülözzük a hitet? Vagy pedig lázasan buzgolkodunk Istenért. Now, the faith thermometer that we'll use is the faith thermometer that we'll use to do this is an honest evaluation of our innermost thoughts and desires and motives. Ez a hitbeli hőmérő, amit használni fogunk. Ez egy őszinte értékelése a mi legbelsőbb gondolatainknak, vágyainknak és indítékainknak, motivációinknak. Now, right away in chapter 4 of James, bele is vágva rögtön a negyedik fejezetbe Jakab, we return to the topic of our words.
visszatérünk rögtön ahhoz a témához, ami a szavainkról szól, a beszédünkről. Words that can be instruments of destruction, like we spoke about last week. A szavak, amik a rombolás eszközei lehetnek, beszéltünk is erről a múlt héten. Words that cause fighting and quarreling between people. A szavak, amik okozzák az emberek között a veszekedést és a harcot. These are not Star Wars. Nem a Csillagok háborúja ez. But people wars. Ez az embereknek a háborúja. Most of our conflicts between people are caused by pride and selfishness. A legtöbb emberek közötti konfliktus okozója a büszkeség és az önzőség, az önösség. Both of which are sins. És mind a kettő bűn. Now you remember, I have my own private kingdom. Emlékeztek, hogy Larrynek van egy saját királysága, tudtátok, ugye? It's a really nice place. Gyönyörű hely, gyönyörű. When I'm there, I'm free to do whatever I want. És amikor ott vagyok, akkor szabad vagyok arra, hogy azt csináljak, amit csak akarok. I don't have to be concerned about what I say. Nem kell azzal foglalkozni, hogy mit mondok. I don't have to be concerned with how what I do might affect other people. És azzal sem kell foglalkoznom, hogy amit csinálok, az hogy hat a többiekre. Because it's my kingdom. Mert ez az én királyságom. And I can do whatever I want. Azt csinálok, amit akarok. Because everything in my kingdom is about me. Mert az én királyságomban minden rólam szól. Now, right away in chapter 4, verse 1, James identifies this as the problem. Már rögtön az első versben, a negyedik fejezetben Jakab azonosítja ezt a problémát. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Obviously, if I was the only person in existence, I wouldn't have any of these conflicts. Nyilvánvalóan, ha én vagyok az egyetlen létező személy, akkor nekem egyáltalán nem lesznek ilyen konfliktusaim. In my kingdom, everything would be perfect. Az én királyságomban minden tökéletes. Or maybe not. Vagy talán nem. Because I would be there. Mert ott kell lennem. Ott leszek. But you know, I'm not the only person in existence. De természetesen nem én vagyok az egyetlen létező személy. And just as I have my own little kingdom. És ahogy nekem megvan ez a saját kis királyságom. Each of us have our own kingdoms. Mindjárt megvannak ezek a kis királyságaink. And unfortunately, we often equip our kingdoms with weapons. És a mi királyságainkat sajnos gyakran felszereljük különböző fegyverekkel. Jó, felfegyverezzük magunkat. We say that those weapons are for our own protection and defense. Mi azt mondjuk, hogy hát ezek a fegyverek a mi saját védelmünkre és megugvásunkra valók, erre vannak. But in reality, our selfish desires and our selfish motives cause us to engage in conflict with others. De igazából a mi önző vágyaink és önző indítékaink okozzák azt, hogy belemegyünk ezekbe a konfliktusokba másokkal. And that conflict can develop into a full-scale war. És ezek a viszályok, ez a viszály, ez egy egész teljes háborúig gyűrűzik. And nobody wins that war. És senki se akarja ezt a háborút. And continuing with verses 2 and 3, James says, you desire, but you do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Folytatja Jakab a negyedik fejezetet a 2-3 verssel így. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek.
vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Do you remember what James said back in chapter 3? Emlékeztetek a harmadik fejezetről, hogy mit mondott ott Jakab? He said, "My brothers and sisters, this should not be." Azt mondja, hogy atyám fiai, testvéreim, ezeknek nem kellene így lenniük. And he follows up with that here in chapter 4, verse 4. És a négyes verssel folytatódik. "You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God." Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Going off the script again here. James uses a very strong word talking about our actions as being adulterous. Nagyon erős szót használ itt Jakab, mert azt mondja, hogy a mi cselekedeteink házasságtörések. Parázna van, de házasságtörés. And what does that mean? It means mit jelent ez? In this context, ebben a összefüggésben, that we are ignoring the one we love, God. Hogy mi elutasítjuk tehát figyelmen kívül hagyjuk azt, aki szeret minket, Istent. And we're giving our attention and our affection to something else. És a mi vonzódásunkat valaki másnak adjuk. To the world. A világnak. To the devil and his things. Az ördögnek és az ő dolgainak. Adultery, betraying the one you love by giving your affection to another. A házasságtörés az annak a személynek az elárulása, akit szeretünk és akiknek egymásnak, akikkel egymással megosztottuk a vonzódásunkat. God wants us to love him and him alone. Isten azt akarja, hogy őt szeressük és csak őt. He's a jealous God. Ő egy féltékeny Isten. He wants our spirits to unite with his spirit. Ő azt akarja, hogy a mi szellemünk egyesüljön az ő szellemével. But how can we do this? De hogy tehetjük ezt meg, amikor when our hearts are filled with selfish ambition and vain desires? Hogyha tele van a szívünk önző kívánságokkal, önző célokkal és hiú vágyakkal. How can we do this if it's all about me? Hogy tehetjük ezt meg, hogyha minden csak rólunk szól? Well, that has to change. Szükség van bizony itt egy változásra. We have to humble ourselves. Meg kell magunkat aláznunk. And we have to realize that we need God's grace. És magunkban tudatosítanunk kell, hogy szükségünk van Isten kegyelmére. Even though we need God's grace. Habár szükségünk van arra, hogy elfogadjuk Isten kegyelmét. And perhaps even though we're thankful that we receive God's grace. És habár mi hálásak vagyunk és elfogadjuk Isten kegyelmét, we are often quite reluctant to show grace to others. De mégis gyakran vonakodunk attól, hogy másoknak kegyelmet mutassunk. In our competitive capitalistic world, we're encouraged to take advantage of the weaknesses of others so that we can get ahead. Ebben a versengő tőkés világban mi arra vagyunk mindig buzdítva, hogy kovácsoljunk előnyt másoknak a gyengeségeiből, és így törtessünk előre. Ours is a world of no grace. Ez a nincs kegyelem világa, ez a mi világunk. But God, in contrast, offers us free grace. De Isten ezzel szemben felajánlja az ingyen, szabad kegyelmet. So, how do we receive God's grace? Hát hogy tudjuk mi elfogadni Isten kegyelmét? James tells us what we need to do. Elmondja nekünk, Jakab, mit kell tennünk. Picking up in verse 6 here. A hatos versnél tartunk. But he gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja.
And then going on to verse 7. És tovább megyünk a 7-8-as versre. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveiteket, ti kétlelkűek. And then, even stronger, with even stronger words in verses 9 and 10. És 9-10-es versben Jakab még erősebb szavakat használ. Grieve, mourn, gyászoljatok, sírjatok. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Nevetésetek forduljon gyászra, örömetek szomorúságra. Humble yourselves before the Lord and he will lift you up. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Now, do you see in these verses, verses 7 through 10, a progression? Látjátok az előbbi versekben a haladást? How do we humble ourselves before God? Hogyan tudjuk megalázni magunkat Isten előtt? Well, verse 7 starts with submitting ourselves to God. Hogy magunkat odaadjuk Istennek, alávetjük Istennek, alárendeljük. Then resist the devil and thus avoid worldly wisdom. Hogy ellenállunk az ördögnek, aztán ezzel elkerüljük a hamis világi bölcsességet. Then come near to God. Aztán elkezdünk közeledni Istenhez. And thus seeking heavenly wisdom. És ezzel már keressük a mennyei bölcsességet. And then repent. És aztán megtérünk. Now do you see 2 and 3, resisting the devil and coming close to God, are sort of opposite things. Az, hogy ellenállunk az ördögnek és közeledünk Istennek, ez két egymással szemben áll. So we're putting off the worldly things. Félretesszük a világi dolgokat. And taking on the heavenly things. És magunkhoz vesszük, bevesszük a mennyei dolgokat. And then the repentance, James goes on to use some very strong language that we've just read. És amikor a megtérés szót használja, Jakab felszólít rá, akkor nagyon erős szavakat használ ennek a bemutatására. So not only is there the cleaning or the washing or the purifying. Nem csak a magunk megtisztítását, megmosását mondja. But there is a deep seated sorrow for the sin in our life. Hanem egy mélyen gyökerező szomorúságról beszél, ami a bűneink miatt van bennünk az életünkben. A few months ago, I was at the Városliget. Script again. A Városligetben voltunk pár hónapja. And they had a historical reenactment. És volt ott egy ilyen történelmi reenactment, történelmi emlék. There was a group of people. Újra játszani valami történelmi emlékműsort. Yeah. Igen. So there was a group of people that represented the Turkish army. Mint a polgárháború eljátszása, yeah, Amerikában. Yeah. Igen, egy újra gondolása volt, újra eljátszása egy történelmi eseménynek. So there was a group of people who were representing the Turkish army. Az egyik csoport ember a török sereget jelképezte, mutatta be. Turkish camp and they were in Turkish uniforms and they had Turkish flags and Turkish weapons. Kis török táboruk volt, török egyenruhával, fegyverekkel, ruhával. And then over here were people that were representing the Hungarian army. És itt voltak a magyar várvédő hadsereg, azt is egy csoport mutatta be. And they were in ancient Hungarian costumes with ancient weapons and cannon. Ősi magyar páncélba, ruhába és ősi magyar fegyverekkel és ágyukkal voltak ott. And the Turks came and captured some women from the audience. És jöttek a törökök és néhány
néhány hölgyet elraboltak a közönségből. And they took them back to their camp. És bevitték őket a táborukba, visszafordultak a táborukba. And the Hungarian soldiers were trying to rescue the women. És a magyar katonák próbálták kiszabadítani a nőket. And after some attempts at negotiation, they ended up having a fight. És végül néhány kudarcba fulladt tárgyalási próbálkozás után harcba bocsátkozott a két sereg. And so the Turkic soldiers with their swords and the Hungarian soldiers with their swords and the people with their cannons were firing and they were fighting. Igen, és mindkét seregnek megvoltak a kardjai, a törököknek, a magyaroknak is, a ágyúikkal is lövöldöztek, és ment a harc. And eventually the captain of the Turks was killed and he lay dead on the battlefield. És végül a törököknek a tábornoka elesett a harcban és meghalt ott a csatamezőn. And the battle was over. És vége lett a csatának. And the women were freed. És ki lettek szabadítva a asszonyok. And the Turkish dead and lay on the battlefield. És a törökök meghaltak és kinyúltak a csatamezőn. Now what's the point? Mi volt itt a lényeg? All of a sudden, women came from the Turkish camp. Women. Hogy jöttek az asszonyok, kijöttek a török táborból. They gathered around the fallen captain. És az összeesett, meghalt tábornok köré sereg lettek. And they started to weep and to wail and to mourn. És elkezdtek sírni, gyászolni, ajgatni. And it wasn't like this. Oh, és ez nem így volt, hogy most a török asszonyokról volt, nem így volt, hogy hanem. They got down on their knees. Letérdeltek. And they were crying and wailing and weeping. Jajgattak, sírtak, gyászoltak. Hitting themselves. Igen, ütötték magukat. And their grief was very evident, not just in words, but physically. Nagyon as well. Kifejező, erőteljes gyász volt ez. Nem csak egy tessék-lássék. How about you? De mi a helyzet veled? How do you repent? Te hogy térsz meg? Do you really grieve over what harm sin has caused in your life? Te tényleg siránkozol, gyászolsz azok fölött, a dolgok fölött, amik azokra a bűnökről szólnak, amik az életedet tönkretették? Not just with a few words. Nem csak néhány szóval. I'm sorry. Gyászolsz. Bocsánat. But with your whole being. Hanem a te teljes valóddal tartasz ilyen bűnbánatot. When we come to that point, mikor elérünk erre a pontra, we are finally ready to receive God's grace. Akkor mi tényleg végül készek vagyunk arra, hogy Isten kegyelmét elfogadjuk. The rest of chapter 4, a négyes fejezet maradék verseiben, James continues along this line of thinking by reminding us something that we should already know quite well. Folytatja Jakab ezeket a lépéseket, amiket nekünk elég már jól kellene tudnunk. He reminds us, emlékeztet minket arra, that he is God, hogy ő az Isten, and we are not. És mi nem. Another way of saying that is, más módon megfogalmazva ez, I might think that I have my own private kingdom. Hogy én gondolhatom azt, hogy nekem megvan a saját királyságom, but it's not true. De ez nem igaz. I live in God's kingdom. Én Isten királyságában élek, Istenében. And it's not my kingdom's rules that I must follow, but it's God. És nem a saját királyságom szabályait kell követnem, hanem Istenét.
and that I am not the judge, but God is the judge. És nem én vagyok a bíró, hanem Isten a bíró. And James tells us that when we attempt to judge others, we are actually putting ourselves above the law and above God. És Jakab elmondja, hogy amikor mi elkezdünk másokat megítélgetni, elkezdünk ezzel kísérletezgetni, akkor mi saját magunkat a törvény felé, Isten törvénye felé és maga Isten felé emeljük. Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister or judges them speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Jakab a 4. fejezetében 11-12-es vers. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Now, we need to be very cautious about how we apply this these verses. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan értjük ezt a versrészt. We need to consider this in the context of the whole of Scripture. És figyelembe kell vennünk a teljes szöveg összefüggést itt a fejezetben, vagy az egész levélben. And I think that and the whole Bible. Igen, és az egész Bibliában is a teljes szöveg összefüggést kell figyelnünk, hogy ne értsük félre. Igen. Because sometimes we get carried away on the meaning of a certain particular word. Mert néha elvesszük egy bizonyos szónak a jelentését, így elveszítjük. And so we're talking about judging here. Itt az ítélkezésről van szó. But there are many places in Scripture where God asks us to use wisdom and to practice discernment when dealing with other people. Nagyon sok helyen az igében Isten arra kér minket, hogy használjuk a bölcsességünket és a jó ítélőképességünket, mikor másokkal bánunk, valójában, hogy hozzunk ítéletet. Yeah, in fact we're making a judgment. We're using discernment. Tehát amikor használjuk a jó ítélőképességeinket, akkor ítéletet hozunk igazából. In a sense. De ártatlan módon. So, for example. Például. In Matthew 7, we're told to beware of false prophets. Mondja például a Máté 7:15, hogy óvakodjunk a hamis prófétáktól. And then Matthew goes on to tell us how or records how we can recognize these people by their fruit. És Máté tovább lépve azt is elmondja nekünk, hogy tudjuk felismerni az ilyen embereket a gyümölcseikről. So that is in a sense a type of judgment. Tehát ez egy fajta érzékenység, egy bizonyos fajta ítéletre. But it's not this kind of judgment. De ez nem ez a fajta ítélet. And then later in John, later throughout the scripture we're told to recognize adultery and murder and lying and theft as sins. Aztán mondja, hogy ismerjük fel később a Jánosban. Just in other places. A más helyeken pedig mondja, hogy ismerjük fel a házasságtörést, a gyilkosságot, a hazugságot, a lopást, minden ilyen bűnt. These are sinful. Mert ezek bűnök. Yeah, and so that's a judgment. És amikor ezekre rámutatunk, hogy bűnök, az egy ítélet. Akkor ítélkezünk. So we can see very clearly that sin is sin. Tehát láthatjuk tisztán, hogy a bűn az bűn. And that's a type of judgment. És ez egyfajta ítélet. But it's not this type of judgment. De ez nem ez a fajta ítélet, vagy ítélkezés. Igen. And then Jesus says in John 7:24, stop judging by mere appearances and make a right judgment.
Például Jézus azt mondja a János 7:24-ben, hogy ne a látszat alapján ítéljetek, hanem igaz ítélettel ítéljetek. So there are some things that are very clearly sin. Néhány dolog nagyon tisztán látszik, hogy bűn. And those things we can judge rightly. Ezeket a dolgokat mi azonnal meg tudjuk ítélni helyesen. So how do we harmonize these biblical commands to judge with James' command not to judge? Az előbbi evangéliumi igeverseket, amik arról szólnak, hogy ítéljünk, hogyan barátkoztatjuk össze Jakab verseivel, amik arról szólnak, hogy ne ítéljünk? Well, again, it comes back to the meanings of the word. Vagy ha visszatérünk magának a szónak a jelentésére. What James is referring to here is being judgmental. Amire itt Jakab utal, az az ítélkezés. Which is having a critical spirit that judges everyone and everything. Amikor egy olyan kritikus szellemiségből megítélünk mindenkit és mindent. Seeking to tear others down. Azért, hogy a másikat darabokra téphessük ezzel. And in a sense, by doing so, lifting yourself up. És ezzel saját magunkat felemeljük. It's like, again, we're saying, it's me! Ez már megint az, amikor azt mondjuk, hogy igen, ez én vagyok. I'm better than you are. Jobb vagyok én, mint te. I'm the center of the universe. Én vagyok a középpontja a világegyetemnek. I am the righteous judge. Én vagyok az igaz bíró. But of course, tehát természetesen, that's not the case. Nem erről van most itt szó. God is the only righteous judge. Isten az egyetlen igaz bíró. And we see James then developing this idea as we continue in chapter 4. És látjuk, hogy Jakab még tovább viszi ezt a gondolatot itt a 4-es fejezetben. The same self-centeredness and attempts at self-sufficiency is also in evidence when we try to control or manipulate our circumstances. Ez az önközpontúság és ez az önelégültség, ezek bizonyítékok arra, hogy mi próbáljuk a saját körülményeinket változtatni, és we try to make our own plans, és a saját terveinket próbáljuk without megcsinálni. Regard to what God's desires are. Tekintet nélkül arra, hogy mit akar Isten, hogy mit szeretne ő az életünkben. And without regard to his will. És az ő akaratát teljesen ezzel figyelmen kívül hagyjuk. So James 4 concludes with this. Úgy folytatódik, úgy fut ki a Jakab 4. fejezete. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it's the Lord's will, we will live and do this or that. Tehát azt mondja Jakab, vagy a konklúzióként, hogy azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. You know, this echoes what the writer of the Proverbs said that we find in Proverbs 7:21. Példabeszédek írójának a szavai visszhangzanak ebben a Jakab versben. A Példabeszédek 27:1, hogy do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Hogy ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap. So the final step in humbling ourselves before God. Tehát az utolsó lépés abban, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, is understanding that we are not God. Megérteni azt, hogy nem mi vagyunk Isten.
that we're not in control of events. Nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani dolgokat. And that all is good comes to us only because of God's grace. És ha bármi jó történik velünk, az azért van, mert Isten kegyelmes, Isten kegyelme miatt. We must depend completely upon God and His grace. Teljesen Istentől és az ő kegyelmétől kell függenünk. By faith, day by day. Hit által, napról napra. A lot of children and adults like Winnie the Pooh. Mind gyerekek, mind felnőttek szeretik Mici Mackó meséjét. And perhaps you've seen this cartoon. Talán láttátok a rajzfilmet is. Vagy a rajzfilmet. We don't control the future. Nem tudjuk irányítani a jövőt. We can't do anything about the past. És semmit sem tudunk kezdeni a múlttal sem. And today is in God's hands. Csak a ma van, és az is Isten kezében. And so perhaps we need to approach today just as Winnie the Pooh and Piglet did. Tehát úgy kell állnunk ehhez a mai naphoz hozzá, ahogy Mici Mackó és Malacka. What day is today? Asked Winnie the Pooh. What day is it? Asked Winnie the Pooh. It's today, answered Piglet. Oh, my favorite day, said Winnie the Pooh. Kérdezte Mici Mackó, hogy milyen nap van? Hát ma, felelte Malacka. Ó, kedvenc napom, mondta Mici Mackó. Is today your favorite day? A mai nap a te kedvenc napod? Maybe not. Nem biztos, talán nem. Maybe there's some heavy burdens that you're bearing. Talán nagyon nehéz terheket cipelünk. I have some. Nekem is van pár. And oftentimes I feel like this guy. És néha úgy érzem, mint ez a személy itt a ábrán. More so than I feel like Winnie the Pooh and Piglet. Tehát sokkal inkább, mint ahogy Mici Mackó és Malacka érzett. But you know, in 2 Corinthians 12, Christ assures us that His grace is enough. De a 2 Korintus 12-ben megmutatja, hogy Krisztus, hogy az ő kegyelme elegendő. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. It's when we face difficulties that we begin to realize that we are not God. Mikor szembesülünk azokkal a nehézségekkel, amik szoktak jönni az életünkben, akkor jövünk rá arra, hogy nem mi vagyunk Isten. I am not in control of the kingdom of Larry. Én nem tudom irányítani még Larry királyságát sem. I have to rely, depend upon God's grace. El kell fogadjam azt, hogy nekem Isten kegyelmétől kell függenem. Do you believe that? Elhiszitek ezt? Do you believe that God's grace is sufficient for you today? Elhiszitek azt, hogy Isten kegyelme ma elegendő nektek? In whatever situation that you're facing. És jöhet bármilyen probléma, jöhet bármilyen helyzet, amivel szembesülnötök kell. Sometimes I don't have faith enough to believe that. Larry bácsi mondja, hogy neki néha nincs elég hite, hogy ezt elhiggye, és hogy az ő mondja, hogy szóval az én hithőmérőm néha nagyon lent van, és a gyengét mutatja, a gyenge értéket mutatja. What do I need to do? De mit kell tennem? I need to humble myself before God. Meg kell magamat aláznom Isten előtt. Submit myself to God. És alávetni magamat Istennek. Resist the so-called worldly wisdom. Az úgynevezett világi bölcsességet elutasítani. Yeah, if you just touch the touchpad, it should go away. Tap, just tap. Oop, okay, that's right.
didn't go away. You need to choose that, I guess, the middle one. Yeah. Tehát el kell utasítanom az úgynevezett világi bölcsességet. And instead, és ahelyett seek God's wisdom. Keresni Isten bölcsességét. Now where are we going to find that? Hogyan, hol fogjuk azt mi megtalálni? Hol tudjuk megtalálni? Well, it's back to things that we've talked about and we talk about and we talk about. Azzal, hogy visszatérünk azokról a dolgokra, amikről már annyit beszéltünk folyamatosan. The time that we spend in God's word is the most important time of our lives. Az Isten igéjével töltött idő életünk legfontosabb ideje. The time that we spend in prayer is the most important time. Az imádsággal töltött idő életünk legfontosabb ideje. And as we draw near to God, we pray that he will reveal to us things that we need to repent of in our lives. És amikor Istenhez közeledünk, akkor ő megmutatja azt, hogy miből kell megtérnünk az életünkben. And we need to receive God's grace with joy. És el kell fogadnunk Isten kegyelmét örömmel. Maybe we can pray along with this little boy. Talán tudunk együtt imádkozni most ezzel a ábrabeli kisfiúval. Lord, grant us grace to only love what you love, so that our every thought and every desire would perfectly align with yours. Együtt? No, just együtt. Uram, adj kegyelmet nekünk, hogy csak azt szeressük, ami neked tetszik, és minden gondolatunk és akaratunk tökéletesen egy legyen a tiéddel. We're going to close today in prayer. Imával zárunk ma is. And at the end of my prayer, I'd like us to pray the Lord's Prayer together. És az én imám végén szeretném, hogyha együtt imádkoznánk az Úr imáját. Especially emphasizing our desire for God's will to be done in our lives. Ez különösen kihangsúlyozza ez az ima azt a vágyunkat, hogy Isten akarata legyen meg az életünkben. And not only in our lives, but in this world. És nem csak a mi életünkben, hanem az egész Földön. And perhaps you haven't thought about it in this way before, but as we pray or as you read these words, notice how many parts of this prayer speak directly to what we need to do in order to humble ourselves before God. Korábban is beszéltünk arról, hogy ez az imában mennyi részlet van arról, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy meg tudjuk alázni magunkat Isten előtt. We can see the putting off the worldly wisdom, the taking on of the heavenly wisdom. És láthatjuk azt, hogy letesszük a világi bölcsességet és a mennyei bölcsességet veszünk magunkhoz. And the component of repentance as well. És a megtéréshez jutunk végül. Let's pray. Imádkozzunk. Father, I thank you for your word as given by James. Köszönöm neked, Istenem, a te igédet, melyet Jakab által adtál. Sometimes we need to be spoken to strongly. Néha szükségünk van arra, hogy erősen nyilvánuljunk, meg beszéljünk erős szavakkal. Even as Peter and Judy tell Shatzi no, you're telling us no. Ahogy a Shatzi szülei el tudják mondani Shatzinak, hogy nem, te is tudod mondani nekünk, hogy nem. And I thank you that you make your way so clear before us. És köszönjük, hogy ezt olyan tisztán mutattad meg a te utadat nekünk. But even though your way is clear before us, de ha bár ez a te utad tiszta előttünk, we often have strong attractions to the way of the world. Néha túl erősen vonzódunk a világ útjához. And I pray, Father, that you would give us all the strength to resist the so-called worldly wisdom. És kérlek, Istenem, adj nekünk erőt, hogy erősek legyünk mindig arra, hogy elutasítsuk a világi bölcsességet. Give us the strength to resist Satan and his temptations. És adj nekünk erőt, hogy elutasítsuk a Sátán kísértéseivel. And embed in our hearts the desire
to seek after you and your things. És helyezd be a szívünkbe azt a vágyat, hogy keressünk téged és a te dolgaidat. And in the midst of whatever difficulty that we face. És az összes nehézség közepette, amivel szembesülnünk kell. I pray that you would help us to joyfully receive your grace. Imádkozom azért, hogy segíts nekünk örömmel elfogadni a te kegyelmedet. And in turn to be able to offer grace to others. És segíts nekünk mások felé is kegyelemmel fordulnunk. Help us, Lord, to be instruments of your grace. Segíts, hogy a te kegyelmed eszközei legyünk. And not instruments of destruction in the people wars. És ne az emberek háborúságainak és ne a rombolásnak az eszközei legyünk. Let's pray together the prayer that you taught us. Imádkozzunk együtt ezzel az imával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vedj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.